Már több mint egy hónapja annak, hogy kitört az orosz-ukrán háború. A hatása már Magyarországon is érezhető, ugyanis nem csak országszerte találkozhatnak azokkal, akik a háború elől menekülnek ide, de észrevehető az élelmiszerárak növekedésén és a forint gyengülésén is. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, hogy hazánk erős kapcsolatot ápol mindkét szomszédos ország gazdasági szereplőivel. Ez a mezőgazdaságot is érinti, mert ugye az exportunknál, illetve az importunknál, de érinti az egyéb épületi anyagokat, építészeti anyagokat, illetve hát komolyan az energia területén vannak kapcsolataink. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a gazdaságunk meg fogja érezni azt, hogy itt háború dúl. Tavaly Ukrajna volt Magyarország 13. legnagyobb exportpartnere. A kivitel értéke elérte a 2,4 milliárd eurót, ami a teljes exportpiac 2,2%-át jelenti. Ennél sokkal fontosabb az onnan érkező import, ami négy területen erős, ezek az élelmiszeripari alapanyagok, a faipari termékek és a fonásáruk. Mindez a teljes magyar áru behozatal 10%-át jelenti. Arról nem is beszélve, ha a szankciók miatt az orosz gázszállítások teljesen leállnának, az beláthatatlan következményekkel járna a magyar gazdaság számára. Az elnök hozzátette, annak egyelőre nincs jele, hogy az energia ellátással nehézségek lennének. Az energia, ami hát az katasztrófa lenne, az bennünket érintene. Én azért reménykedek abban, hogy talán minden félnek az érdeke az, hogy bizonyos gazdasági kapcsolatok megmaradnak, hiszen ez lehetetlen helyzetbe hozna Ukrajnát, és nagyon nagy nehézséget okozna Oroszországnak is. A jövő egyelőre bizonytalan. Hogy a háborúnak milyen hosszú távú hatása lesz a hazai gazdaságra nézve, azt még nagyon korai megjósolni, mivel sem az időtartamot, sem a kimenetelit, sem az esetleges béke utáni szankciók feloldásának menetrendjét nem ismerik.